Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, aki újból kinyitva a tévét szeretne velem tanulni. Örülök nekik, örülök minden visszajelzésüknek. Ennek az órának azt a címet adtam, őrizd családodban az igazi szeretetet. Mit jelent ez a szó, hogy család? A személyek szoros kapcsolatban élnek egymással, egy helyen, igazi lelki közösségben. Egymáshoz tartozónak érzik magukat, egymásért élnek. Tulajdonképpen az esküvőn elhangzott igen szó azt jelenteni, hogy egymásért akarunk élni, és soha egy másért. Egy komoly férfi, amikor nősülni akar, azt mondja, hogy családot szeretnék alapítani. A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újjáteremtésében. Természetesen egy szeretetteljes szülőnek mindig és mindenkor legfontosabb kell legyen a családja. A család sokak számára az összetartozást, a boldogságot, az örömöt, a nyugalmat, a megértést szimbolizálja, és vannak, akik az otthonnal kapcsolják össze. Mások családtagokról beszélnek, édesapa, édesanya, testvér, nagybátyám, nagymamám. Tehát vérségi kapcsolat. A boldog otthonban azt olvashatjuk, hogy az otthon az a hely, ahol ápolják az érzelmeket, annak tudatos elnyomása helyett. Boldogságunk a szeretet, a rokonszerv és az egymás iránti udvariasság ápolásától függ. Igen, akik házasságra lépnek, azok ezután már nem úgy gondolkodnak, hogy én, hanem hogy mi. Mi hogy szeretnénk? S ha a gyermekkel bővül a család, akkor pedig ő kell legyen az első. Ahogy szokták mondani is, ő a család szemefénye. Minden családban a boldogság a szeretet ápolásától függ. Pedig sok férfi gyengeségnek tartja ezt, pedig szeretet látható kell legyen a tekintetben, a modorban, és hallható kellene a hanghordozásban is. A hálás szív, a barátságos tekintet értékesebb a gazdagságnál és a fényűzésnél. Az egyszerű dolgokkal való megelégedettség boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakik benne. Az igazi szeretet nem létezhet sokáig kifejezés nélkül. Sok asszony panaszkodik nekem, az én férjem nagyon jó ember, mindent megcsinál a ház körül, nagyon sokszor idebent is segít, de nem tud kedves lenni, figyelmes lenni, észre sem veszi, vagy legalábbis nem mutatja, hogy én valamit az ő kedvére teszek meg. Pedig ezeket a jellemvonásokat ápolni kellene. Bármennyi teher van a vállán a munkájával kapcsolatban, figyelnie kellene arra, hogy a társa és a gyermekei ne éhezzenek a kedvesség és a rokonszem hiánya miatt. A szívnek ez is szükséges. A gyermeki szív és az asszony is vágyik arra, hogy a szeretet ki legyen mutatva. Úgy hallom, hogy sok vitatkozás a családokban ott kezdődik, hogy a szomszédok mit vettek, mi is vegyünk ezt. Pedig a gyermekeknek azt kellene látnia, hogy az én szüleim megelégedettségben élnek. Természetesen ezt nem azt akarom mondani, hogy ne legyenek céljaik, terveik. De tartsuk be azt a jó régi közmondás, hogy addig nyújtózunk, míg a takarónk ér. Nem az a irányadó, hogy mit tesz a szomszéd, vagy bárki, vagy a barátok. Minden egészségesen gondolkozó férfi vagy nő gyermeket szeretne, ha már családot alapított. Ez hozzátartozik a nőhöz, az anyaság, és a férfihoz is az apaság felelőssége. Tehát a gyermek bele születik a családba, így élnek együtt egészen a felnőtt kor eléréséig, vagy még új családot nem alapít. Igaz, hogy ma már nagyon sok fiatal külön megy lakni a szülőktől, és magán életet él, de sajnos olyan is van, és ezeken anyukák panaszkodnak nekem, igaz, hogy inkább ez a fiatal embereknél fordul elő, hogy ők nagyon jól érzik magukat az úgynevezett mama hotelban, és nem is igyekeznek családot alapítani.
De szomorú nagyon, hogy ezek között olyan is van, aki még munkát se igen nagyon keres, hanem megvan a Mama Hotelban, de még pénzt is, zsebpénzt is kér. De lépjünk vissza a kisbaba várásának idejére. Nekem van egy Latin Bölcsesség című könyvem, régen vettem, amiből szeretnék egy pár szót idézni. Például, a gyermekeknek nincs szüksége sok dologra, csak vidám, békés, szerető otthonra. Másik, Isten a gyermeknek két kis kezet adott. Egyike az édesanyja, a másik az édesapja kezét fogja. Ezt a láncot nem lehet büntetlenül szétszakítani. Legtöbb helyen az első gyermek a mindenki kedvence. Mindent, amit tudnak, megadnak neki, és egyúttal nagyon el is kényeztetik. De hát ez tetszik is a kisbabának. Egy kis felsírásra már mindjárt merre teszik, pedig lehet, hogy nem is az éhség volt a fő gondja. Én nagyon jól emlékszem nővéreim szoptatási időszakára, mikor pontosan 3 óránként szoptattak, és közben kőmagteját itattak vele, a házi orvos tanácsa szerint. Általában a kisbabák 6 hetes korukig eléggé hasfájosak, ezért többször felsírnak, izzadnak, vagy ők is gyakrabban pisilnek, és ezért nekik is folyadékpótlásra van szükségük, mint a felnőtteknek. Az anyatej nekik is táplálék, és nem folyadék. Hiszen az orvosi kimutatások szerint a gyermekek szervezetének is 60%-a víz. Ezt feltétlenül pótolni kell. De ezt a gondolatot nem csak a régi emlékek a nővéreim után mondatják velem, hanem Szampolóba megvettem Elissa Biasi könyvét, amelynek a címe Delislas Naturalis Parao Baby. Tehát a gyermek természetes örömteli élete. A címe. Itten a doktornő felhívja az anyukák figyelmét, hogy az első 3 hónapban mennyire szükséges, ugye a principal mente, tehát legfontosabb, nagyon fontos, a teja a babának. Azt írja, ez időben segíti elő, alapozza meg jövendő életét. Milyen tejákat ajánl? Citromfű, smenta, kamilla és mészfű. Nagyon érdekes, hogy oda van írva, hogy kevés mézzel. Minden édesítésre csak a mézet ajánl. És úgy tudom, hogy nálunk nem tanácsolják 1 éves korig a mézet, pedig ez a doktornő ezt tanácsolja. Az is igaz, hogy nagyon sok helyen a kényeztetés csak a nappali órákra vonatkozik. Szomorú tapasztalatom a több évtized alatt, hogy sok anyuka gyönyörű szobát készít az újszülött babának, és mihelyst hazamennek a kórházból, már is beteszik oda a nagy üres csendbe. Eddig a baba hallotta az anyuka gyomorműködését, szívdobogását, vérkeringését, hallotta a beszédet és mindent, és most ott van egyedül csendben, amihez ő eddig nem volt szokva. Természetesen az ajtó nyitva van, és ha kell, akkor az anyuka bemegy, és szoptatja, és tisztába teszi. De én ezt nagyon szomorúan látom. És főleg azt is, hogy éjszakára is ott van egyedül a gyermek. Persze az is igaz, hogy van, akit nem rögtön, hanem 1 éves, 1 éves korában teszik külön a szobába, akkor is helytelen. Pontosan ez évben legalább 3-4 család hozta el beteg gyermekét hozzám, aki az első szülött volt, de már volt kistestvér is. És mikor az altatásukról beszéltünk, nagyon örült a szívem, mikor azt mondták, hogy az apuka alszik az egyik szobába a nagyobbik babával, tehát aki már 3-4-5 éves, és az anyuka pedig a másik szobában. Megdicsértem őket érte. De arra is emlékszek nagyon jól, hogy pár éve hozták a két kis gyermeket hozzám, olyan 3-5 évesek voltak, de mind a ketten a külön szobába voltak, tehát egy szobába, és mégis elmondta az apuka, hogy sokszor felébredt, hogy a kislánya ott áll az ágya mellett. Pedig ők ketten voltak már, nem egyedül. És megkérdeztem az apát, hogy átgondolta, hogy míg átment a gyermek, lekecmergett álmosan az ágyról, és átment hozzá, hogy mit mind ment lelkileg keresztül. És az apa belátta, lehajtotta a fejét, és mondta, hogy teljesen igazam van.
De a nappali elkényeztetés is sok helyen csak meddig tart? Általában a második gyermek megszületéséig, ami 2-3-4 éven belül bekövetkezik. De vajon odafigyelnek-e a szülők, a rokonok és mindenki, hogy a nagyobbik baba hogy fogja érezni magát, ha mindig csak a kicsivel foglalkoznik, hiszen ő már egy értelmes csöpség. Vajon vigyáznak arra, hogy ne érezze magát elhanyagolva? Én sokszor elmondom és tapasztaltam is, hogy a gyermek nagyon érzékeny műszer. Sokkal jobban odafigyel, érez, lát, hall mindent, mint gondolják a szülők. És mégis nagyon-nagyon sokszor előtte beszélnek meg olyan dolgokat, amit nem kellene, vagy sajnos szomorú, még beszegszenek is a gyermek előtt. Mikor kell kezdjön a gyermek nevelése? Azt mondja a példabeszédek könyvében, tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. A Gyermeknevelés című könyvből ezt lehet tanulni. A nevelés többet jelent annál, mint tanulmányokat folytatni valamelyik iskolában. A nevelés az anya karján ülő csecsemőnél kezdődik. Mikor? Mikor még csecsemő? Miért? Mert a gyermek gondolkodása ekkor még rendkívül fogékony, és jó az emlékező képessége is. A gyermek korai nevelését mindenki gondosan tanulmányozza. Kevesen tulajdonítanak jelentőséget a szelíd, de határozott nevelési módszer jó hatásának, akár a csecsemő gondozásában is. Az ingerlékeny anya ingerülté teszi a karjaiban lévő gyermeket, míg a szelíd bánásmód lecsendesíti a kicsi nyugtalanságát. Én úgy gondolom, hogy minden családnak kellene legyen egy kialakított házi rendje. Például a táplálkozásban, a házi munkák elvégzésében, a lefekvés idejében. Mikor az újszülött megérkezett a családba, szerintem az ő életviteléhez kell igazítani a házi rendet. Pontosan kellene vele foglalkozni, úgy az etetés, a tisztába tevés, fürdetés, altatás szempontjából, amiből soha nem szabad eltérni. Újból visszatérek a latin bölcsességekhez. Példa nélkül nem lehet helyesen nevelni. A jó példa vonz. Vagy a szülők erényes élete nagy hozomány. A gyermek mindent figyel. És a szülők sokszor észre sem veszik. Hogyan viselkednek a gyermek előtt? Az apa akkor lesz jó példaképe gyermekeinek, ha szereti és becsüli az édesanyjukat. A másik mondás, a gyermek iránt tisztelettel kell lenni, zárójelben oda van írva, hogy rossz példát ne lásson. Én egy friss példát tudok mondani arra, hogy sok helyen mennyire nem első a gyermek. Én most elfoglaltságom miatt is, meg különben is nem mentem el az augusztusi ünnepségekre, de elmondta a szomszédasszonyom, hogy este 9 óra körül 2-3 éves gyerekek sírását hallotta. Feltétlenül felmerült bennem az a kérdés, az anyának fontosabb volt az esti műsort látni, mint gyermekét idejében lefektetni? Vagy ez így van megszokva? Máskor sem figyel oda, hogy a gyermekével hogyan törődik, mikor fekteti le? A következő bölcs latin mondás. Nem szereti a gyermeket, aki ritkán fedi meg. A túlzott engedékenység végzetes mulasztás. Másik, a gyermekeket a vendég jelenlétében nem szabad megdorgálni. Tehát ne szégyenítsd meg mások előtt. És ezért el kellene gondolkodni, hogy nem az utcán vagy az üzletekben kell nevelni a gyermekeinket, hanem otthon. A harmadik, a gyermekek gyermekek. Tehát a gyermekek gyermekesen viselkednek. A szülőknek időnként érdemes nemet mondani a gyerekek kívánságaira. A kicsik természetes feladata a határok feszegetése, és a szülők dolga az, hogy kijelöljék a kereteket, majd következetesen be is tartsák azokat. Ez a gyerekeknek is biztonságot ad, mert tudják, hogy mire számíthatnak, illetve ők maguk is könnyebben tudnak majd határokat szabni, valamint tiszteletben tartani mások határait. A késleltetés képességében az is fontos, hogy a gyerekeket optimális frusztráció érje. Ha mindig mindent azonnal megkap,
később sem fogja tudni kezelni a szükségletei kielégülésének elhalasztásával járó feszültséget. Természetesen mindez nem spártai nevelés jelent, hiszen lényeges, hogy a gyerek igényeivel szemben érzékenyek és válaszkészek legyenek az őt nevelő felnőttek. A nevelés, hogy olvastuk, hogy mondtuk az előbb, csecsemőkorban kezdődik. És a nemet mondás is. Miért? Hogy a gyermek megtanulja, hogy mit lehet és mit nem. Megfigyeltük, mit mondott Bölcs Salamon? Tanítsd a gyermeket ez ő útjának módja szerint. Tehát a legkisebb gyermeknek sem jó, ha mindent a kívánságai szerint tesznek a szülők. Az önuralomra való nevelést már gyermekkorban kell a szülőknek elkezdeni. Sokszor hallották tőlem, értelem, lélek és test. Tehát a legnagyobb gondossággal kell a gyermekeket, a fiatalokat oktatni, értelmesen nevelni. És úgy változtatni a módszereken, hogy az értelem nemes erőit fejleszik. Csak kevesen ismerik az elme legfontosabb szükségleteit, hogy miként kell irányítani a fejlődő értelmet, a gondolkodást és a fiatalok érzéseit. Vajon hány szülő és anya szakít arra időt, mennek kirándulni, de nem beszélnek arról, hogy bemutatva, hogy milyen szép ez a virág, a Jóisten mennyi szépen látta el az embert, vagy milyen gyönyörűek a hegyek, vagy stb. Stb. Tehát be kéne mutatni a gyermekeknek mindent, hogy a Jóisten milyen szeretettel vette körül az embert. Újból a latin mondás, mindennek úrnője és királynője az értelem. Hát mennyire fontos, hogy a gyermek tőlünk jó, szép beszédeket, tanításokat halljon. Másik, semmi sem nehéz annak, aki szívből cselekszik. A szülők szeretete az első természeti törvény. Én örömmel emlékszek vissza édesanyámra és édesapámra is. Ha volt egy kicsi szabad idejük, egy hétköznap is, mindjárt könyvet láttam a kezükben. De minden reggel és este mi énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk, hálát adtunk a Jóistennek. És hosszú évtizedeki való magányomban is én mielőtt elmentem dolgozni, idejébe fölkeltem, hogy ezt mindig meg is tettem. A szüleimtől ezt a példát láttam. A kutatók is azt tanácsolták, hogy meg kell szoktatni a gyermeket a nem szóra, hogy nincs mindig úgy, ahogy ő szeretné. Azt mondja a másik latin bölcsesség, ha a jó szó nem használ, a fenyítés következik. De a Bibliában is van ilyen, hogy ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt a veszővel, meg nem hal. Te veszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadott ki. Komoly és elgondolkoztató dolgok ezek. A szabadjára hagyott gyermek a szégyenére van az anyjának. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjön bele az a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt kielégülést, nem is az ő korlátlan uralmának a kiélése, hanem az a gyermek az ő saját érdekébe történt. Mire kell mi megtanítani a gyermeket még a gyermekkorban? Nagyon tetszik nekem ez a mondás. Ugorj, fiam, légy éber, énekelj, olvasd, tanulj, és dolgozz, egyetlen órát se tölts dologtalanul. Ezt is a legkisebb korban kellene bevezetni. Szinte ledöbbenve hallgatom itt a betegek között sok édesanya panaszát, hogy 4-6 éves gyermeke mellett semmit nem tud csinálni, mennek a játszótérre, meg sétálni, meg stb., mert nem hagyja őtet otthon dolgozni. Egész nap vele kell foglalkozni. Miért jutottak ide? Mert pár hónapos korában nem kezdték arra szoktatni a kicsinyüket, hogy amit a kezébe kapott, azzal foglalja el magát. Mondván, dolgozzon. Mi lett volna régen a több gyerekes anyukákkal, amikor nem kattintottak és már égett a tűz, vagy csavartak egyet és már folyt a víz, és úgy kellett dolgozzanak? Vajon egy 2 éves gyermeknek nem lehet megmagyarázni szépen, hogy tedd el a cipőskédet hova, vagy a játékodat hova, rendre szoktatni? Hiszem, hogy a legkisebb kortól kezdve kell a gyermeknek is feladatot adni, amelynek elvégzéséről ő feleljen, és felelősséget vállaljon. Nekem sok édesanya, aki a pár hetes vagy hónapos csecsemőjét kitette a másik szobába aludni, avval a jelszóval, hogy önállóságra kell nevelni,
Azoknak ezt szoktam mondani, hogy az az önállóságra van nevelés, ha arra tanítja a gyermekét, hogy tudja elfoglalni magát. És én azt is tanultam fiatal koromtól, hogy úgy a fiúkat, mint a lányokat is be kell vonni a háztartásba, főzésbe, stb. Vagy a kerti munkába. Meg kell tanulni kicsikorba, fiatalkorba dolgozni. Mit csinál a munka? Erősíti az izmokat és az értelmet is. És ez hasznos lesz a gyermek számára. Mert ha az idejük nagy részét hasznosan töltik el, akkor boldogok lesznek. Az édesanyák drága kis segítőket nevelhetnek maguknak. A helyesen nevelt gyermekek az évek múlásával megszeretik a munkát, amely könnyebbé teszi barátaik terhét. Mit lenne nagyon fontos megérteni? Én már tanítottam régen, hogy az időt soha nem tudjuk visszahozni. Tehát meg kell tanulni, értékelni az időt. Világosítsák fel a szülők a gyermekeiket arról, hogy milyen értékes az idő, és hogyan kell helyesen kihasználni. Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmit tevéssel töltsék idejüket, olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán megszeretik a tétlenséget, és lusta, mihaszna felnőttek lesznek. Nagyon tetszik nekem az a mondás, hogy a szülő legnagyobb öröksége gyermekei számára az, ha megtanította önállóan gondolkozni és dolgozni. Mindenben a szülő a példa. Ezért a szülőknek is rendet, alaposságot, gyorsaságot kell megtanulni az ő munkájukban. Ha valaki mindig dolgozik és soha nem végzi a munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi be szívét és lelkét a munkába. Egyesek ügyes és módszeres munkával 5 óra alatt elvégzik azt, amit mások 10 óra alatt. Tehát dolgozzunk határozott céllal pontosan. Hogyan őrizzük meg a családi szeretetet? Mennyire fontos a családban az egymáshoz való feltétlen bizalom? Természetesen ebben is az anya és az apa egymáshoz való bizalma jó példa a gyermekeik előtt. És a szülőknek erre kell bátorítani a gyermekeiket is, hogy bízzanak bennük, tárják fel előttük szívük bánatát, kicsi korodtól kezdve örömeiket, bosszúságaikat, bánataikat. Tanítani kell őket, hogy mindenkor a szülő legyen a legjobb bizalmasuk. Azt tanultam, hogy hadd sussogják fületbe bajaikat. Az a család, ahol derűs, vidám, kiegyensúlyozott légkörben élnek, és ez a családtagok kölcsönös tiszteletén, megbecsülésén és szeretetén alapul, felszabadultabb, egyéniségű, magabiztosabb és kiegyensúlyozottabb gyermekeket nevel. A gyermekek biztonságosabban érzik magukat, ha érzik, hogy szeretik őket, és így a család nekik egy erős támasz. Mi nagyon fontos még a családban? Egyszerűen az, hogy mindenki akkor legyen boldog, amikor belülről csukja be az ajtót. És én ezt így is hiszem. Így is éltem, és ma is így élek. Mit jelent ez? Hogyan érheti ezt el a szülő? Ha a kellemes közérzetet biztosít a házban. A kellemes közérzet azt jelenti, hogy mindenki szívesen tartózkodik otthon. És a gyermek is. Így csökken a külső káros hatások jelentősége. Az ilyen közérzetet és légkört azt fejleszti, ha örülnek a család bármely tagja hazaérkezésének, érdeklődéssel hallgatják meg a napi eseményeit, a beszámolóit, észreveszik, ha fáradt, tehát mit jelent ez? Éreznek egymással, törődnek egymással. Ami nekem nagyon fáj, hogy mindig menni valahova. Ezt látom a családokban. Nem értem, hogy a gyereknek miért kell minden délután valamilyen szakkörre járni. Tényleg fontos ez? Vagy csak a szülő is beiratja, hogy ő is menjen, jöjjön, vigye magával. Én megkérdeztem már nemes szülőtől, van ezeknek a gyermekeknek boldog gyermekkoruk? Vagy már a szülők által a versengés, az önmutogatás, a versenyszellembe vannak belenevelve? Kinek jó ez? Szerintem senkinek. Nem lehet mindenki kitűnő tanuló, nem lehet mindenki a sportban első. Nem. Amilyen adottságot kaptunk, avval éljünk, használjuk boldogan. Természetesen a gyermeknek is, a felnőttnek is, azoknak, akik tanulással, értelmi munkával foglalkoznak, szükségük van a pihenésre.
Az elmét ne korlátozzuk állandóan behatárolt gondolkozásra, mert érzékeny gépezete elfárad. A testnek és az elmének is pihenésre van szüksége, és ne felejtjük el, hogy az éjfél előtti alvás duplát ér. Tehát igyekezzünk, amit Békés megyében is mondanak, hogy 9 óra vendégóra, aki nem ede való, menjen haza, 9:30 villanyoltás, tévékihúzás. Ne tegyük magunkat, gyermekeinket tönkre, hogy azt a példát lássák tőlünk is, hogy még 1 órakor a számítógépnél vagyunk, vagy a tévé előtt. Gondot kell fordítani a munka és az alvás szabályozására. Időt kell szánni a pihenésre, üdülésre, kikapcsolódásra, elmélkedésre. A mértékletesség elveinek szélesebb a köre, mint ahogy sokan gondolják. Én sokszor tanácsolom, és most is, anyukáknak fő gondja legyen, hogy legalább este legyen együtt a család, legalább a vacsora alatt legyenek együtt, beszélgessenek, és szeretetben töltsék az esti időt. Ott a vacsoránál mindenki elmondhatja örömét, bánatát, mi történt vele a nappal. A gyermeknek egy megnyugvás, ha abban a hitben élhet, hogy őt otthon meghallgatják. Én kedves anyukák, kedves szülők, hiszem, hogy akik így élnek, és ilyen példát mutatnak gyermekeknek, akkor ha már ki is szántak a házból, ha már ők is családot alapítottak, mégis mindig örömmel fognak hazatérni a mamákhoz. Kívánom, hogy így legyen. Tegyenek meg mindent, hogy őrizzék a családi szeretetet, vagy otthon melegét. Köszönöm, hogy velem voltak.